Minden ló a gépben. És start, ebben a pillanatban elindult a Gróf Batthyány Kázmér emlékverseny handicap. Mindegyik lónak jól sikerült az indítás, Sunny Kid vállalja a vezetést magára, mögötte ott galoppozik, Ójábún kívül pedig Ranava lóna galoppozik egyre inkább fölfele, majd pedig Baltimore a harmadik, negyedik pozíciót szerzi meg, őket követi Zappei, Zappehely mellett Skydiver, legkívül pedig a Blokád az, aki galoppozik. Úgy tűnik, hogy Sunny Kid tudja őrizni vezető pozícióját, azonban egy kicsit nogatnia kellett őt, a Vihari Alexandrának. Mellette ott van istálló társa Baltimore, ők ketten diktálják az iramot, itt legkívül egészen a negyedik spúrban közlekedve Blokád igyekszik zárkózni, míg a mezőny végén Zappehely színei látszanak. Egyelőre Ójábún tudja tartani a harmadik pozíciót, aztán jön föl Skydiver, a favorit Skydiver mellett pedig ott galoppozik Blokád, de pillanatban legbelül, aki legkedvező pozícióban van, az Ójábún, a többiek egy kicsit kisodródtak, úgy ezt tette Sunny Kid, ezt tette Baltimore is, illetve a legkívül galoppozó Skydiver is vezet egy ebben a pillanatban. Ójábún azonban támadják, és itt kívül hatalmas lendülettel most már átvette a vezetést Skydiver. Skydiver vezet, mögötte ott galoppozik Sunny Kid, belül pedig azt látjuk, hogy Ójábún védekezik, az biztos, hogy megnyerte a futamot Skydiver. Skydiver mögött ott volt Ójábún, aztán pedig Sunny Kid érte el a célvonalat, tehát 2-es, 3-as, 5-ös a nem hivatalos befutási sorrendünk. Sunny Kid volt azért baj a Bihari Alexandrának bőségesen, ugye a kanyartól kezdve tulajdonképpen sodródott kifelé, húzott vitte kifelé. Magával egy vitte magával a többieket pont, ugye, Baltimore-t, és még az egyenesben is úgy tűnt, hogy nem nagyon tudta őt azért, hogy Isten igazából irányban tartani. Ezt hát olyan kihasználta abból a szempontból, hogy el tudott ott simán menni a falon, de hát jött Skydiver, úgyhogy jönnek tulajdonképpen a favoritok az első két helyen abszolút, mögöttük a két bábólaidó jobban fut. Ranavalon okozott némi csalódást, hogyha mondjuk a túrtipjét nézzük. Figyelem, befutási során kettes, hármas, a harmadik helyre célfotó az ötös és a hetes között. Egyébként Ranavalónálak sem voltam zavartalan a versenye. A kanyarban, meg itt az egyenesben is bele kellett fognia a lovasának. Figyelem, az első futam nem hivatalos befutási sorrendje. Kettes, hármas, ötös. Ismétlem, kettes, hármas, ötös. Hát Skydiver óriásit javult tavaly. Ötödik lesz egyébként Blokád. És hát vártuk tőle további javulást, illetve azt, hogy azzal a formájával ő azért ezt a harmadosztályú handicapet meg tudja majd oldani. Ne feledjük, azért első osztályban is vitétkezett, Kristálytól kapott csak ki novemberben. Nyert 4 versenyt, hatalmas formajavuláson ment át ő tulajdonképpen ősszel, és úgy fest, hogy ezt tudja tartani. Érdekes hát egészen, ez egyenes kamera, és szinte az egész mezőny olyan kivételével egy kívül érkezik. Ritkán látunk összességében ilyet, érdemes lenne nézni egészen befutó egy elejétől. Itt is Sunny Kid egyébként húz kifelé. De az egész mezőny jó része, tulajdonképpen Ójábún volt az,